maga a tréningek, amiket is csinálunk is, az megtanít arra, de az élet szintén megtanít arra, hogy egyre nagyobb kihívások elé állsz, egyre nehezebben oldod meg, de egyre jobban fölnősz majd hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy nőni fog az energia és információs felvételed, és nőni fog a leadásod. Tehát gyorsabban veszel fel több energiát, és gyorsabban adsz le, és több energiát. Ha ezt irányítod, ezeket a folyamatokat, akkor gerjesztheted a környezetedet. Egyrészt úgy, hogy te halmozol föl energiát és információt, és így a környezethez képest lesz plusz értéket. Tehát például van egy munkahely, van 10 sofőr, mindenki bejár csak vezetgetni, téged meg érdekel is, és teszel érte, hogy jól legyél, és megnézed, hogy mi múlik, tanítasz másokat, a tapasztalatokat összegzed, stb., akkor előbb-utóbb érződni fog egy potenciál különbség, és ez a potenciál különbség például elegendő lesz ahhoz, hogy te legyél a vezetőjük. Tehát föléig fogsz kerülni, tehát a társadalomban, ebben a virtuális világban, ahol azt mondjuk, hogy vannak pozíciók, neked egy valós pozíciód lesz ezzel az energiatöblettel. Te gerjesztheted ezt az egészet, és még magasabbra kerülhetsz saját magadban. Ugye a másik, amit gerjeszthetsz, a másik folyamat az az, hogy te a mozgásodtól keresztül, a gondolkozásoddal együtt egyszerűen befolyásolod a környezetet, inspirálod, motiválod a környezetedet. Tehát, ahogy te információt adsz le a környezetnek és az érdekes számára, akkor elkezd téged követni. És ahogy követ téged, még plusz információt szerzel, növekszik az energiát és az információ telítettséged, és még érdekesebb leszel a környezetedre, és az szintén gerjesztődik. Harmadik eset az az, amikor ellentéteket gerjesztünk, de ahhoz ellentétes minőségekre van szükség. Tehát te gerjeszted magadat valamilyen irányban, és ennek a minőségnek egy párja gerjesztődni fog a másik irányba. Tehát ha te a férfiasságodat növeled azzal, hogy a férfiasságra jellemző dolgokat művelsz, mint a nem fürdés, tehát edzel és az izomerőt növeszted, gondolkozol és a kombinatív készségedet, a logikádat erősíted, vagy az érzelemvilágban irányítod az érzelmeket, de nem úgy, hogy lögdösöd az érzelmekkel az embereket, hanem úgy irányítod, hogy vonzóvá teszed az érzelmeddel mondjuk saját magadat, vagy bármi mást. Ezek férfias dolgok, tehát férfias dolgok, hogy előrelépsz és megteszel valamit, és körbeöled a másikat, hogy az biztonsággal haladjon. Például. Akkor ebben az esetben a környezetedben nőni fog a nőiesség jellege. És a nők egyre erősebben nők lesznek. És az, aki nem volt elég nőies, az is elkezd rendelkezni nőies jelleggel. És így gerjeszted a kettőtök közötti különbséget. Nézzünk spontán egy ilyen dolgot, meglátsz valakit, egy nőt, ő is meglát téged, és te elkezdesz férfiasan viselkedni, tehát a férfias jellegeket erősíted a viselkedésedbe, amikor az ő környezetében vagy, akkor ő benne elkezd nőni a nőiesség, neked egyre jobban megtetszik, mert egyre nőiesebb, ezért egyre erősebben férfias jelleggel viselkedsz, ő neki meg egyre jobban nő a nőiessége, mert látja, hogy te egyre erősebben férfiasan viselkedsz, és egyszer csak ott lesz egy nagy feszültség, és akkor van a nagy, hogy na, akkor most már nem bírjuk ki, és összeszuppanunk. Tehát, és az a kapcsolat ebben az egész folyamatban tárolódni fog, és ott tartódik. És akkor, amikor baj van, akkor van veszekedés, mert a kapcsolat felszakad, és kiszakad az energia. Ezért ezt az energiát, ezt ott bent gerjeszteni kell egymásba, hogy már megvan a kapcsolat, hogy átadni a férfias jellegen keresztül át kell adni neki az életet, ő meg a női jellegen keresztül átadja neked az életet, és nem azt mondani, hogy én vagyok a férfi, te csak nyugodj le a picsába, majd én megmondom, hogy mit kell főzni, hanem
te férfiasan viselkedsz, és ő nőiesen viselkedik, te ezzel szolgálod ki őt, ő ezzel szolgál ki téged, és akkor lesz egy ilyen örvény, amiben tekeredtek, és egy rendszerként úgy éltek, hogy senki nem nyomja el, hanem folyamatosan erősítitek ezt a jelleget. Roppant kellemetlen lesz a környezet, mert a környezetre is a nők számára te leszel vonzó, a férfiak számára az a nő lesz vonzó, és mindenki ezt akarja majd elvenni. De ti meg itt gerjesztitek ezt az egészet, aztán lesz belőle egy gyerek vagy valami. Úgyhogy igen, gerjeszthető ez az állapot, ez a potenciál különbség, és ezt megtanulható, hogy hogyan kell gerjeszteni, és valójában ezzel lehet irányítani a saját életünket.